Sziasztok, Vandor vagyok, ma a Streamerport 2019-et fogjuk megnézni, ami a következő napokban kerül ki Steamre. A játék arról szól, hogy egy repülőtér földi személyzetét alakítjuk első körben, és embereket, üzemanyagot, csomagokat szállítunk a repülőgépekhez, illetve a repülőgépektől. Azt mondja, hogy van nekünk egy járatunk, méghozzá 18 órakor indul, amihez nekünk embereket kell szállítani. Hát akkor választjuk ki a buszjárművünket, és vezessük. Most ezt én kipróbálnám kontrollerrel, hogyha... Igen, működik a kontroller. Igen, gáz, ezzel adunk gázt. Aha, nagyon jó. Ez a kamera a másik stick. Hoppá, ide kell beállnunk. Na, menj előre. Úgy ide bepozícionáljuk magunkat. És akkor itt szépen felpakoljuk az embereket. Itt megy a töltöttség. Megvan. Mehetünk is tovább. Subtest. És akkor mindjárt mutatjuk ott a kis nyilacska, hogy merre menjünk. Erre. Itt van valami, hogyha itt megállunk. De nem ide mutat, de nincs itt semmi, ez nem a mi megállunk. Valahogy lehet váltani belső nézetbe is. Igen, hát ez ilyen. Nagyon könnyen lelassít. Ide kijövünk. Hát ez inkább visszamegyek a külső nézetbe. Úgy. És szépen oda a magunk a repülőhöz. Oké. Jött egy autópont. Van némi kis forgalom a reptéren, bár fura, hogyha szembe jövök velük, akkor megállnak. Tök mindegy, hogy milyen messze vagyok. Ezt egyébként lehet, hogy tényleg gázpedállal meg kormánnyal jobb lenne játszani. Majd lehet, hogy azt is ki fogom próbálni. Na, ott a repülő, oda visszük az utasokat. Hát itt akár le is vághatnánk az utat, de hát amennyire tudjuk, azért legyünk szabályosak, mi csak egy reptéren vagyunk. Na. Persze pont fordítva, tehát még véletlenül se úgy adná be. Mert hát azon az oldalon van az aj. Ja, épp eltértünk alatta. Ja. Oké. Jó, ez szépen kipakolja, addig fogjuk, és akkor a csomagokat elkezdjük szállítani. Ezzel fogunk menni, indulhatunk is. Hát a hang ugyanaz. Nincs változás. Jó, ide szépen be, megállunk. Úgy szépen megkaptuk a csomagokat. Akkor láthatjátok, hogy itt húzzuk magunk utána két kis. Na most egy kis pont az utunkban van. Á, meg kell fordulni. De ez tök jó, ez az összekapcsolt kis. Ezt tettük benne. Viszi a... Ez jó. Pótkocsik. Közben a buszunk is, buszból is kiszálltak az emberek, és ha ezt oda visztük, akkor valószínűleg a buszt vissza kell pozícionálni a kezdőhelyre. A térképen mutatjuk is kék pöttyökkel, hogy éppen hol vannak járművek. Hát igen, ez 30-tal megy, ez nem egy gyors vonat. Ó, itt mentünk az előbb. Sajnos a kontroller sem izé. Kontroller sem analóg. Vagy nyomom, vagy nem. Úgy.
Láttam már képeken, hogy rendőrautót is lehet vezetni. Hát, vagy ilyen felvezető autót. Volt mind a kettő talán. Úgyhogy későbbiek során szerintem majd megnyílnak újabb lehetőségek, illetve egyelőre csak két járatot szolgálhatok ki naponta, ez későbbiekben növekszik. Most például délután 2-4 volt egy-egy repülő, és a fél napot át kellett ugrani ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődjön a játék. Hát de jó kaszifántosan megy ez. Oda megyünk a repülőhöz, de a hátsó szekció volt. Ha nem szúr ki velünk nagyon, akkor így kell beparkolni. Igen. Jó. Ez megvan, szépen kipakol, addig a buszt vezethetjük, és vihetjük vissza a helyére a buszt. Kicsit csarkosan fordulunk. Task completed. Oh. Ajajajajajajaj. A buszt csak el kellett onnan hozni, vagy nem tudom. Nem mutatja, hova vigyem. Nem tudom, oda beparkoljuk akkor a buszt. Hanem a külön utasításra. Hop, hop. Jajaj. Értem. Jó. Oké. Megnézzük. Tasz. És akkor őt vezetjük. Átférünk a szárnya alatt. A busszal nem férnénk át. Oh. Nem sikerült, valami beelakadtunk. Hát ez zseniális. Na, rángass ki onnan. Mibe akadtál el, könyörgöm? Na talán... Igen, ezt így nehéz lesz. Innentől fogva. Nem tudom kirángatni. Segítség. Akkor viszont izé, le kell fizetnem valaki. Na végre. Ja, megoldottuk. Mondom, megoldottuk. Ott a buszunk. Ezt megvisztük, ahova kell. Az egeret innen elvisztem. Hát ezt sem mondanám, hogy finom mozgásokra alkalmas, de jól lehet vezetni. Jön szembe egy nagy terrakó. Ez is megáll. Hát csak lelakított igazából. Kanyarodunk. Bekanyarodunk előtte. Kösz, megálltál. Nem, ha lett volna más lehetőséget. De na is ide kell beparkolni a másik elé. Szépen ide betoljuk. Nehogy elindulj. Jó. Jó. Oké. Na, flight level, all flight complete. Zseniális. Akkor ezzel meg vagyunk. Elvégeztük a munkánkat. Mehetünk a home-ba. És megnézhetjük, hogy itt mik vannak. Fuel transport. Oké. Azt hiszem most már ezt is vezethetem talán. Így van, nagyon jó. Ó, szuper. Üzemanyagot is tudunk szállítani. Personal. Truck driver 2, driver 1, engineer 1. Tehát itt van a mi statisztikánk. Szintlépés, level 2-es szintűek vagyunk. És itt a további szintlépéshez gyűjthetünk XP-t. Fel lehet venni
ugye embereket, akik segítenek nekünk a munkavégzésben, meg lehet vásárolni autókat. Na itt van például a felvezető, falomi autó, security autó, tűzoltó autó, akkor aki a utasokat ugye a leszálláshoz, a bepakoláshoz, hova van itt jármű, amit lehet vásárolni, meg is nézzük, egy ilyen falomi autó mennyibe kerül. 10 000. Nekünk van 100 000. Oké. Ennyit futott? 50 000 kilométer. Vegyünk egy ilyet, na. Oké. Na, és akkor vettünk egy autót. Akkor ezt elvileg ugyanúgy tudjuk vezetni. Nagyon jó, itt van. Most akkor keresünk egy küldetést, meg fogunk fölvenni. Oké, ez így rendben van, a drive, oké, a task. Oké, service, gas station. Jó, üzemanyag. Hát akkor figyelj, next day. Kint vannak a járműveink, hát azokat vissza kell hozni, leginkább a busz. És az a kérdés, hogy hova? Hova kellene visszavinni? Van-e map? Nincs map, így nehéz lesz. Nem tudom, hol van a garázsunk. Nézzük csak erre. Tehát ugye, ha kint hagyjuk a járműveket, ez lenne. Nem. Ha kint hagyjuk a járműveket, akkor az időjárás. Hát károsítja az erős szó, de hogy idővel azért ugye jobban csökken a... Ez sem úgy tűnik, mintha miénk lenne. Kicsi a miénk lesz a leghátul. Legalább valami támpontot adnál, kedves játék. Várjál! Itt az autó. Oké, csináljuk azt. Aha! Kiválasztottunk egy drivert. Na, vegyünk föl valakit. Egyedül én vagyok, oké. Drug driver, driver. Vegyük fel őt. Hire, igen. És osszuk ki a buszra. Nem lehet. Miért nem lehet? Ez mi ez? Return. Nem. Ide? Nem. Na, most mi van? Nem vettük? De, fölvettük. Ő a mi driverünk, van egy truck driverünk, ezt egy engine-elünk is. Ja, holnap, holnap után kezdenek el dolgozni? Jó. Jó, oké, nem ér... Na. Keep day. Igen, jöhet a következő nap. A nap elején ki kell választanunk, hogy milyen járatokkal szeretnénk foglalkozni. Azt nézem, jó, legyen egy 8 órási, összesen 2 járatunk lett, van egy 10 órási, meg egy 11.30-as. Ez jó lesz. Fogadjuk el. Jó, jó lesz ez így. Ez így oké. Skip. És akkor... Emberünk még nincsen, vagy várjál, lehet, hogy az egyik. Nem. Aha, ők is, mindegyik holnap kezd dolgozni. Akkor azt csináljuk, hogy ugrunk a next eventre. Ezt bezárjuk. Vikul, nem, nem, jaj, nem, nem, rosszat nyomtam. Na. Isten, ugye. Elindítjuk. Már van, de nincs event.
Nem fogadtam volna el. Nem jelöli. Jó, akkor ugrunk a következő napra. Ezt lehet, hogy simán ott valamit elfelejtettem beklikkelni, de nem baj. Nem volt. Ez már a múlté. Ó, hogy az a... Oké, nem baj. Jó lesz így. De pedig itt van. Ezt bepipálom, a 10.30-as meg a 12 órási. In order to complete the last order. Igen. 3000-et kapunk érte, ezért 3200-at elvégezzük. De várjál? Hát akkor miért nem ezt végezzük el? Mondjuk ez két task, ez meg három, de sokkal többet kapunk érte. Ez jobban tett. Jó? Confirm. Lehet a francia érti ezt. This will be faster managing price for today. Nem. Jaj, ide rá kell klikkelni. Oké. Okay. Ez nem annyira volt. Egyértelmű, de most már így oké? Okay. Jó. Na, megvagyunk. Available personnel. És akkor nézzük csak a vehicle. A buszba beletesztük a driverünket, igen. Oké. Okay. Jó. És most már rá tudok. Várjál. Lenni. Oké. Okay. A baggage-be tudjuk bepakolni Gordont. Nagyon jó. És ezeket mi fogjuk vezetni. Jó. Jó, oké. Okay. Na lássuk. Ugrunk a következő eventre, ami ugye valamikor 10 óra környékén van. Így van. Megnézzük, mi a feladat. Busz. Na, megyünk a buszhoz. Driving to task. Az időt el kéne indítani. Na, és akkor emberünk viszi. Az milyen kifordulás volt? Atya ég! Milyen? Jaj, vannak itt gondok. Na, jó van. Na, hát megy emberünk a busszal. Zseniális. Oké. Okay. Ez prepare, meg ez is prepare. Ezt majd mi visszük. Na, ez az. És ezt lehet vinni. Úgyhogy indulunk is. Ezzel a gyönyörűen kiforgatott teherautóval. Na. Na, ez az. Üde. Tudni. Most megnézzük, hol vagyunk. Ne. Te buta. Ez jó. Na, hol is vagyunk? Hát itt a leges legvégében. Aha, ahol van a fiúli. Jó. Biztatolatunk egy picit, és akkor megyünk a repülőhöz. Ja, nem, először feltankolunk. Feltankolnánk, hanem fordítva kéne itt állni. Hopp, ott egy biztonsági autó. Jó. Mindegy, ez is jó lesz, remélem. Lesz, vagy nem jó? Ragaszkodik hozzá, hogy... Jó.
Most szépen feltankoljuk üzemanyaggal, és ha ez megvan, akkor meg kell fordulni. Úgy szépen meg tudunk fordulni, kösz. Akkor gyorsan robogunk a repülőhöz. Kicsit veszélyes üzemanyaggal teli autóval kattogni. Az a felirat elkülete. Itt a buszunk. Jelen. Jó, a buszos küldetés teljesítve van. Nagyon jó. Ó, ezt a nagy repülőt kell feltankolni. Ez biztos, hogy bele... nem. A másik nagyot. Az itt jó. Még csak ez sem. Nehogy már azt gondolt, hogy egy nagy repülőt tankolhatsz meg az elején. Biztos ott van egy kis WhatsApp valami. Igen. Kis mozzi. 3-3-as módra. Na szóval ide jövünk. Állj, megállunk. Úgy gyönyörű. És akkor elkezdtünk tankolni. Mert ránéztetünk a buszra. Nagyon jó. Jó. Oké. Ő is elindult. Viszi a tudkopat. Mi meg visszavisszük a teherautót a parkolónkba. De innen tök jó fej, csak azt mondja, hogy vidd el. Vidd el a fenébe. Nem baj, tudjuk, hogy a repülőktől mindig jobbra fele kell kivinni. El kell vinni oda a háttérbe. Sőt, igazából nem is nagyon kell elvinni, mert ugye van még egy kasztunk. Még egy repülőnk, úgyhogy a... Na, gyere ki elém! Mit csinálsz? Ember! Meg vagy te húzatva. Nem, itt volt. De itt vagyunk hátul. Ide visszük, mert úgyis tankolni kell majd. Jó, oké, ezt... Állj már meg! Nézem, ott meg áll. Jó, oké, bocsi! Én vagyok a nagyobb. Aha, meg vagyunk, jó. Mindegy, nem ide akartam jönni, de ide sikerült. Ide beparkírozzunk. Kettő közé, igen, zseniális. Jó, nem jó. Most... Oké. Úgy gondolta, hogy én nekem sikerült. No. Na jó van. Ez. Jó lenne, ha el lehetne tüntetni. Tök jó lenne, ha infót adna, hogy itt most mi történik. Aha, itt áll. Nem. Ő is elmegy oda hátra. Jó. Buszunk. Buszunk jön vissza. Jaj, nem akartam. Ez sok tutoriált. Kikapcsoljuk a tutoriált már. Nem kell, köszönjük szépen. Igen. Jó. Nézzük a másikkal, mi a helyzet. Még semmi. Egy picit gyorsíthatunk az időn. Na ez az. Oké, most felpakolták. Ez ilyen kiszállás lesz. Jó. Teljesítményt értünk el. Elbuszott. Kész van. Ő is szépen visszamegy. Na ez a kétszeres sebesség. Értitek? Itt valami nem stimmel szerintem, ez nem kétszeres. Ja. Kész vagyunk. Ja, oké. Leállítottam. Na ez az. Jó, ide beparkolt, és megvagyunk.
A gépet kiszolgáltuk, jöhet a második. Ehhez odaugrunk időben, délután 1 óra körülre. És most azt mondjuk, hogy a fiút vigye valamelyik emberünk. Persze erre ki kéne osztani az ember. Azt mondja, hogy home, nem available, hanem personnel. És ő neki azt mondjuk, fogalmam sincs, mit mondunk. Ja, release this time? Nem. Oh. Release driver, igen. Ezt nem, hanem... A... Ennek van baja van, lehet, hogy itt van. Return? Nem. Na jó, return. Oh! Nem ezt akartam. Visszaadtam, eladtam, akkor veszünk egyet. Mi az? De hogy ez ilyen drága. Oh-oh. Akkor ezt nem tudjuk. Engineer. Leap driver. Drive. Nem. Nincs fuel. Vajtasz. Hát akkor meg muszáj leszek megvásárolni. Ezt elszúrtuk. A buszt akkor viszont mi vezetjük. Na mehetünk. De most 1400-at... Vagy mi? Igen. 1400-at bukunk a... összegből. Lassan tankolnom kell a busztal itt majd, mert már a negyedek hiányzik. Vagy mi? Ötöde. Ráállunk a buszba. Ezt a mai napot még megcsináljuk. Oh-oh, oh-oh, nagy autó jön szembe. Na, ahhoz a kis repülőhöz megyünk. Hát egy előre még. Én kis repülőhöz nem tudom miért kell ekkora busz, kár autóval is el lehetne intézni. De várjatok, ez trükkös, megint másik oldaláról parkolok be. Fordulóthatok. Bizony. Na még egy kicsit. Hogy... Jó! Ez feltöltődik. Ezt meg... Oké. Oda rendeljük. Jön az emberünk. Szépen megvárjuk. Oké. Visszavisztik a buszt. Gondolom ez... Nem, a buk most izé, most az embereket le kell pakolni, tehát ez a járat ez most érkezett. Most átszálltak az emberek a buszba, és visszavittük. Azt nem értem, 2018-ban, ráadásul 2019-es játékban, miért nem mozognak az emberek, miért nem látom a busz belsejét? Egyébként tök jó játék, de annyira hiányoznak ezek az elemek, amik már azért valahol ilyen alapvető dolgok a mai világban, hogy ennyire legyen kidolgozott. Mert ennek pont ez lenne a lényege, hogy kiszállnak az utasok. Nem az, hogy odaállok, aztán izé történik valami, és hogy megyek tovább. Nem tudom, van-e reménye, hogy ez későbbi alkalommal belepecserik, vagy valami. De ez nagyon sokat dobna a hangulatán, ha ez így meg lenne, és tényleg ilyen... Aha, abból az irányból. Ilyen busz stimulátor hangulatot is kapna. Hopp, oké. Jó, emberek kiszálltak, komplit. Ezt most vissza kéne tenni a garázsba. Itt el lehet megnézni a járművet.
Next event, pause. Jaj, itt lehet gyorsítani, lassítani az időt. Nagyon jó. Confirm. Jó, az driving task. A boost meg vissza kéne pakolni a garázsba. Azt mondja, hogy... Test time driver, Levin, és légy szíves, drive home. Igen, és akkor most... Az a fél, hogy én megnyomom a drive-ot, akkor én vezetem. Igen, én nem ezt akartam. Na, tehát vitt haza létet. Na, ez az, amit hazaviszi. Jó. Ez tök jó, hogy így izé a munka után rá lehet bízni, hogy na, akkor te most vitt haza. Itt van ez az autó. Ehhez hozzá tudjuk rendelni. Ezt is vigyétek haza, kérlek. Új, és akkor nem lesznek kint a autóink. Na, és akkor most lehet egy picit gyorsítani az időt. Oké, meg is vagyunk. A busz is visszaér. Jó. Te veled mi van? Jó, te is visszamész. Mert hogy most elviszed a csomagokat. Ha oda lekapolja. Új, és vizita. És akkor lezárhatjuk ezt a napot itt. Szóval van benne egy ilyen kis menedzsment rész. Ha nem akarjátok, nem kell vezetni. Ha van elég ember, akkor föl lehet őket venni, és viszonylag hamar túl lehet lépni egy napon. Jó. Ez nem tudom miért ilyen piros. Mindegy. És akkor azt mondhatjuk, hogy napunk véget ért. Minden megvolt. És kereshetünk drágább repülőket. Most még megnézzünk. Ah, ilyet. Például. Á, most már... Ja, nem. Két járatunk lehet, most nem is lehet leokézni. Úgyhogy 4500. 4400. És akkor, ó, 4700, akkor ez, a 4400-as azt nem mondjuk. Ez jó lesz így, és ezeket az olcsóakat is lemondjuk. Felfogadjuk, és megnézzünk egy teljesen automatizált napot. Oké. Van nekünk egy Thomas Youngunk. Nem tudom, ő most hogy került ide, de nem baj. Ugorjunk a következő... Várjunk. Azt akarom megnézni az embereknél. Na. Itt írja, hogy itt mi ez, ami kicsit fura, hogy nem hint, hanem itt írja, de nem baj. Leave, fire, select. Aha. Jó. Itt, aha, XP-ket kell neki szerezni, ugyancsak, mint saját magamnak is. Na, menjünk a következő eventre. Ami valamikor reggel 9-kor van. Az a feladat, hogy a busz küldjük oda. A busz már mehet is. Hogyha mindenki, ha van kiosztva ember a buszra. Ja, driving. Azt nézem. KN, oké? Okay. KN, meg TBB. TBB, KN. A busz senki nem. Jó. Buszra, te, a busz. Miért nem?
Miért nem? Ennek valami baja van? Ja, required track driver level 1. Akkor felveszünk egy embert. Hát bot, ja de várjátra. Téged nem lehetne. De várjunk, nem. Te menj a busztal. Nem. Jó? Drive, leave, fire, leave. Jó. Nem lehet. De ez track driver, könyörgöm. Na? Mi a baj a busztal? Egyébként itt szürke. Jaj, de várjunk? Nem. Return? Do you want to return? Return? Run? No. Ajaj! Nézzünk, available. Driver. Track driver. Vegyük fel. Ja, de csak holnap után jön rá, mert túl remek! Szuper! Tényleg... mi van? Azt megnézem, hogy ide beparkolom ebbe. Nem tudom. Jó. Personnel. És nem. És nem hajlandó, és nem tudom miért nem. Fuel van, test nincs. Ajaj. Azt mondja, hogy driver. Release driver. Sign. Drive test time. Tell. Maintenance critical. Ez lehet baj. Ez lehet a baj, hogy a maintenance critical. Most valahova nekem el kéne vinni maintenance-elni? Ki tudja hova mi? Ezért zöld, vagy ezért sárga? Fogalmam, hova kéne ezt vinni ilyenkor? Kedves játék, adj valami támpontot itt. Megnézhetjük a tutoriát, mit mond. Oké, azt látom, ott van a... Nézzétek, ott van, látom már, ott van, ott lesz a hátsóban. Ott van a szerelő ikonnak tűnő valami van. Oda elvisztük. Ó, erre nagyon figyelni kell, mert az emberek nem tudják el... Ó, lámpa itt van. Ez az. Persze fordítva kell beállni. Megnézzük, így jó lett-e. Ide kell tartírozni. Nem így. Ja. Itt engedjük el a buk. Mondanám, hogy sokkal jobb a helyzet. Nem kell ez, zavar ez a hint. Egy tutoriál, vagy mit tudom. Nem? Reset el. Oké, le lehet ezt.
Egyébként nem kizár, hogy... Szeretem a legjobban. Úgy gondolja, hogy ő megérkezett valahova. Á, service, de a service üres. Na jó, minden esetre ezt ugye. De persze, berendeljük az emberünket. Ő nem lehet. Vezesd ezt, te nem vezetheted. Te nem csináld meg. Ez a játék, ez egyre jobb. Az előbb még vezethették ezt a vasztót, most senki nem vezet. Available, nem? Vito? Condition good. De ez is lehet, hogy megint maintenance, yes? Track driver level 1. Azt mondja... Nincs semmi kritikus. Akkor például... De nem akarom eladni. Itt ezt vezethetik. Ezeket nem. Mert a conditionja nem XLM. Akkor már így nem is lehet. Service-nél nem tudom miért inaktív. Vigyük ezt is a service-re. Na, megnézzük. Köszönjük. Ismerkedés a játékkal. Hát, ura. De ráadásul ez kivel megy. Szerintem már megvilágít ez a lámpa. Pirosan világít. Aha, kérjük. Na. Légy ti! Nem látok semmit. A piros? Vajon mi a rákot jelent? Oda is van. Ezek a jelölések is zöld, sárga, narancsárga, piros. Ami minden. Tényleg. Na akkor azt csinálom. Ide megyek. 71%. Nem lett több. Steve Day. Yeah, why not?
Tehát mindegy, kettőt elfogadunk. Ja. Jó lesz. Na most, most lehet rendelni hozzá embereket. Rendeljük a 5. A buszhoz rendeljük 5. Ehhez meg rendeljük 5. Jó, most mindenkihez rendeltünk minden. Furcsa. De ez így most jó. Most akkor ugorjunk a következő eventhez. Jó. A feladatokat kiosztjuk. Menjen a busz. Menjen... Ó. Oh. Ezt meg kellett. Igen, ez egyik olyan. Jó. Oda nézünk, ránézünk a buszra. És elindítjuk az időt. Jó. A, ezt is útjára indítjuk. Jó. És mindjárt is végzik a feladatukat. És viszi haza. Csak akkor. Úgy, ez kész. Viszi a csomagokat a lepakolási helyre. Úgy, és... Jó. És ez viszi haza. Megint leállítottam az időt. A buszt elindítjuk a másik géphez. Jó. Be, felszedte az utasokat, oda viszi a repülőhöz. Flight complete. Oké. Kitett, kikapoljuk. És visszavisztjük. A garázsba. Jó. Másik feladat. Megint csak a izé. Jó, megy a csomagokért, úgy elviszi a repülőhöz, fel is gyorsíthatjuk az időt, lepakol. És szépen visszaviszi. Autó. Berakja a garázsba, és kész a napunk. Ennyi. Ez így elég mókás, de ez jó, tehát nekem tetszik az, hogyha nem akarok, nem vezetek, ha akarok valamiket, elvállalom. És igazából mind a kettő komplit. Úgyhogy szépen lezárhatjuk a napot, vagy azt, á, itt a service. Na, ez nem tudom most miért, de megnyílt. Úgyhogy oda tesszük magunkat maintenance-elni. Na és akkor ezt a kettőt. Cancel test, aha. Assign, drive home, drive fuel. Akkor elvileg... Várjunk. Felvesztünk. Na, felvettünk még egy embert. Úgyhogy majd ő lesz a javítósunk. Oda nézzetek! 12 task! 12! Az kemény! Megnézzük, miből is áll. 6.45-tor indul. Most azért már kíváncsi vagyok rá. Lehet, hogy itt meg újabb embereket kell fölvenni. Ugrunk a következő évente. Ahogy is rögtön 5 task nyílt meg. Hű, az utas, ú, atyaég. Van itt minden. Halomi. Ez a 6.45. Oké, hát ezeket küldjük is. Nem, miért nem küldjük? Mi a gond? Personnel. Elvileg mindenki.
Ó, oh, itt annak gondok. Megint. Jó, de várjál. Driving, BBB. Cancel task. Ja igen, leállítottuk a javításról. És akkor most már tudjuk azt mondani, hogy menj oda. Igen. Igen, igen, egyszerre csak egyet tudunk. Cateringünk szint. Mennyibe kerül? 900-ba kerül. Fuel. Az szint. Itt meg kell venni. Security. Nem. Viszont a follow me, én oda tudom vinni. Nem. Ja, persze abban meg benne ül. Ha! Egy security autót kell venni. Security. Megvesz. Na, hogy megvesz. Ez hál' Istennek egyből megvan. Úgyhogy ezt már tolhatjuk is oda. De ezt most én fogom vezetni. Ezt is megnézzük. Oda visszük. Ahova akarják. Ó, milyen kasszik bántott. Airport security. 500 méter. Ah! Ütközés, valósan. Úgy, ide szépen beállunk. Úgy, hátrafele. Úgy, állj, állj, állj meg! Ja, ezt megcsináltuk, ez itt vár. Na szóval! Itt akkor szerintem most lezárjuk a videót, mert ez hosszúra nyúlós. Innen fogjuk folytatni majd, a videón kívül vagy videóban, meglátom. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ez lenne a Airport Simulator 2019. A játék hamarosan megjelenik, videó alá berakom a Steam elérhetőségét. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjátok le a véleményeteket, illetve hogy kíváncsiak-e vagytok még újabb részekre. Lehet, hogy ezeket a járműveket ki kéne próbálni, de hát ennyi pénzünk meg nincs, hogy minden megvegyünk. Azt nem tudom, bérlelni van-e lehetőség, mondjuk az nem lenne rossz. Mert akkor ki lehetne próbálni. Aha, itt van bérlés, meg mindig vásároltam. Na, akkor majd bérlünk ilyeneket, és akkor megnézzük, hogy milyenek ezek a járművek. Most ennyi, köszönöm, hogy velem tartottatok.